Azt gondolom, hogy nem csak az a fontos, amit ilyenkor néhányan elmondunk, hanem rendkívül fontos, hogy legyen ennek halló közössége is egyrészt. Másrészt pedig, akik éppen szólnak egy ilyen alkalommal, érzik a legjobban, hogy mennyire szükségük van arra, hogy az ő kezüket is megerősítse az Úrban az a hallgatói közösség, amelyikben lehet, hogy engem, másokról nem merek beszélni, de magamról igen, engem messze meghaladóan vannak hűségesebbek, sokkal nagyobb próbáltatásokon átment életek, sokkal nagyobb megtapasztalásokkal az Úrban, és sokkal hűségesebben a munkában. Tehát talán ez is része volt az igének, amit a Filippi levélből idéztem, hogy egymás különbnek tartsátok. Isten akarja, hogy egy ilyen együttlétben felismerjük azt, hogy milyen sok példa van körülöttem. És igaz, hogy egy-egy megszólításban a mindenkori intés is ott van, ahogy ezt ma is Isten megengedte, de bizonyos az is, hogy a szívbéli vigasztalásnak is megvan közvetlen utána éppen a Filippi levélnek az első versei szerint a helye, és megvan a lélek közösségének. Tehát átélünk valamit, amelyik a minden napjainkra, majd holnap meg holnap után, s kinek meddig ad még Isten ezen a földön tennivalókat, megerősítést kapunk arra, hogy mi egy nagy munkának vagyunk a részei, bevont az Úr az ő titkainak, az ő kijelentéseinek, az ő elgondolásainak az emberre nézve, a közösségekre nézve, a kegyelem és az ítéletnek a vonalán is, hát az ő titkaiba és mondani valóiba, és azon kívül pedig azt is látjuk, hogy nem kicsi az a közösség, amit ehhez ajándékképpen kaptunk. Igaz, hogy amikor megmérjük az ige mérlegén magunkat, szabad, sőt szükséges, hogy átérezzük a hiába való találtatásnak is az Úr szerinti mértékét. Ez nem föltétlenül emberi mérték, de az Úr szerint való mértékét. De az is igaz, hogy ebben a vigasztalásban és a közösségben, ez mind a Filippi levél második részében van, pedig átéljük azt, hogy Istenem, mi mégiscsak egy munkacsapat vagyunk. Mi mégis Istentől megőrzött, megtartottak vagyunk. Mi mindnyájan, nem csak az én korosztályom, amelyik már közel van a 90-hez, mint a 85-höz, hanem mindnyájan, akik itt vagyunk, érezzük, hogy megtartattunk valamire nézve. Mindnyájunk körül, mire elérjük a 40-et, 50-et, 60-as, nem beszélve ilyen már idős korról, jobbról és balról Isten hazaivott életeket. Nehezebb vonatkozásban úgy is mondták annak, hogy elvesztek jobbról és balról sokan, mert én is átéltem 10 éves koromtól a háború teljességét már, és körülöttünk családok haltak meg, körülöttünk közösségek vesztek el, maguk körül közösségeket hajtottak halálba. Tehát átéltük mindazt, hogy titok a megmaradásunk, és a titokkal együtt felelősség, és a titokkal együtt ajándék, hogy még akkor is, ha erőtlennek érezzük magunkat, ébresszük azokat. Még az ige azt mondja Jézus üzenetével a Jelenések könyvéből, te aki halott vagy, te menj és a halófélben lévőt ébresz. Ez egy majdnem ellentmondásos helyzet, mert azt még megérthetnék, hogy a halófélben lévő, még a halottat is valahol igen picikét ébrezgetni porba. De nem, az Úr azt mondja, hogy abból a forrásból merítve, amit én adok néked, az én szavam, amikor az Úr állapítja meg, és az ő beszéde még én hozzám, hogy én téged halottnak látlak, ez az életre hívásnak már a szava. Itt ezek az elmarasztaló, erős igék, amiket hallunk, ez nem a halál megállapításairólunk, hanem az életben küldésnek az erős, megszólító kegyelme az Úr részéről. Hiszem, hogy kárpátaljai testvéreink, talán az egész Kárpát-medencét meghaladóan, olyan tapasztalatokkal, olyan megpróbáltatásokkal, olyan szörnyű és félelmetes erőkkel találkoztak a történelem folyamán, amelyek birodalmi nagyságrendben jelentek meg, és olyan nagysággal az Úr részéről, amikre
az volt felírva, hogy már pedig a pokol kapui sem vehetnek részt, be lehet zárni a templomot, el lehet vinni a lelkipásztort, és mégis maradnak majd imádkozók, és maradnak, akik a leláncolt templomot kívülről lemeszelik, és imádkoznak a megnyilásáért. Hiszem, hogy az Úr ennek a népnek nem véletlenül adta ezt a nehéz utat.